A mai napon a 11. Suliváró sportnap megrendezésére kerül sor, ahová minden óvodát meghívtunk. Örömünkre szolgál, hogy minden óvoda meg is fog jelenni. Hát büszkék vagyunk rá, hogy több mint 150 gyereket láthatunk a mai napon vendégül. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szerbusztok, gyerekek! Úgy érzem, hogy a természet is nagyon jó volt hozzánk, hiszen ragyogóan süt ránk a nap, megvilágítja a csillogó szemeteket, arcotokat, és amikor itt gyülekeztetek, akkor itt több kis óvodástól megkérdeztem, hogy ki tudja megmondani azt, hogy milyen évszak van. Nagyon ügyesek vagytok. És tudjátok, hogy miért tettem fel ezt a mondatot? Mert ugye ősszel a természetben sok minden történik. Megszínesednek a falevelek, beérnek a gyümölcsök, termések. Biztos vagyok benne, hogy ilyet már gyűjtöttetek az óviban is, ezután is fogtok gyűjteni. De ősszel történik egy másik fontos dolog. Ősszel megszólal a csengő, és a gyerekek iskolások lesznek. Így történt ez ebben az évben is. És titeket azért hívtunk ma ide, közénk, hogy közülletek nagyon sokan egy év múlva, amikor majd elmúlik a tél, a tavasz, a nyár, és ismét ősz lesz, iskolások lesztek. És szeretnénk nektek megmutatni, hogy milyen is egy iskola. Szét lehet nézni, nagyon sok érdekes feladat vár rátok, lehet ma sok mindent csinálni. Azt szeretnénk, hogy jól érezzétek magatokat itt köztünk, a Szegediben, és majd ősszel nagyon sok ótokkal találkozzunk a tanévnyitón. De ez még messze van, addig sok minden történik, legfőképpen az, hogy sokat fogtok játszani, és mellette tanulni, készülni az iskolára. A mai napra mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és nagyon jó, hogy ennyien itt együtt tudunk lenni. Köszönöm szépen! Ez a rendezvény, ez a beiskolázási folyamatunk első állomása. Azt a cél szolgálja, hogy a gyermekek, a leendő iskolások megismerkedjenek az iskolák képületével, az itt tanító tanítónénikkel, bácsikkal, és természetesen elsősorban az a legfontosabb, hogy érezzék jól magukat mi nálunk. Így meggyőződhetnek a saját szemükkel arról, hogy itt milyen úgymond gazdag és színvonalas munka folyik a hétköznapok során. Láthatják, hogy az ő korosztályoknak megfelelően vannak kidekorálva a tantermek, hiszen mind a Petőfi utcai alsótagozat, mind a Rákóczi utcai alsótagozat sajátossága az, hogy csak elsőtől negyedik évfolyamig járnak oda gyerekek, tehát nincsenek nagyobb korcsoportú gyerekek közöttük, tehát így úgy tudjuk alakítani a környezetet, hogy mind a négy év során jól érezzék benne magukat a gyerekek, és a korcsoportuknak megfelelő legyen. Mai napon 8 állomással készültünk. Lesz itt hajórakodás, hajóépítés, megfeneklett hajót kell kiszabadítani. És mindezt kalóz, kis kalózként kell, hogy megtegyék, hiszen a mai napon hát a kalózok témakörében versenyezhetnek egymással. Lesz még itt tengeri célba dobás, mesetenger megtisztítása, kampókézzel halacskákat kell kimenteni, biztonságos helyre helyezni őket, és kincsvadászat is lesz. Dobja a szelét! Nem vagyok, na! Mi már végezünk? Jól van!
Vettik egy gyereket, te mehetsz a tengerbe. És gyűjtsél szemetet, jó? Egy darab szemetet. Jaj, de ügyes! Óvatosan, mert nagyon hullámzik a tenger. Térjetek el, Buki nem volt kedve. Jó? Én aranyos volt. Úgyis akkor hajolunk, visszaállunk és jöhet a következő, jó? Most futás, futás vissza. Odafele nem mondja ki a vízben. Még egy picit esmény. Akinek kész, ez az. Nagyon jó, futás. Hogy állunk időben? Minden óvodai csoportról fényképet fogunk készíteni, és ezt emlékül hazavihetik magukkal. Nézzétek, megszereztétek a második matricát. Nagyon ügyesek vagytok. Tekerjük össze. Legeredményesebb óvoda, aki a legtöbb pontot gyűjti, az pedig egy vándorserleget vihet haza, és annak egy évig büszke tulajdonosa lehet. Bejezett, aki a kupát meg fogja kapni, az 74 pontot gyűjtött, és nem más, mint a Jancsik utcai reformátusok. Én bízom benne, hogy a mai napon minden meghívott vendégünk feledhetetlen élményekkel gazdagodik.